Üdvözöllek a Nexon világába! Kratafila Oliver vagyok, és a következő néhány percen bemutatjuk, hogy milyen hárdjeket tudsz elintézni a Nexon Portus Plus mobil alkalmazással, hiszen a Nexon kiszolgáló önkiszolgáló HR rendszerünket nem csak webes platformon, hanem natív mobil applikáción keresztül is lehet használni. Mobilodról kényelmesen tudod intézni a hárügyeket. szerkesztheted a jelenléti íved, vagy épp szabadságot igényelhetsz, és akár útközben is eléred a személyes adataidat. Így az alkalmazás helytől és időtől független hárügyintézést tesz lehetővé akár munkavállalók, akár a vezetők számára. Használat a gyors, egyszerű és intuitív. A Nexon Portus Android és iOS rendszerű készülékekre is letölthető. Az alkalmazás figyelembe veszi, hogy a munkahelyed milyen Nexon Portus funkciókkal rendelkezik. Így a telefonodon is ugyanazokat a menüpontokat és funkciókat tudod elérni az applikáció a legfontosabb funkciók widgeteit találod, amiket egyszerű fogd és húz módszerrel a saját ízlésed szerint rendezhetsz. Így igazán kényelmes és hatékony lesz a használata. A harangikon feletti piros számon azonnal látod, ha olvasatlan értesítésed van, legyen ez egy új bérjegyzék, vagy egy szabadságigénylésed elbírálása. A beállítások menüpontban tudod engedélyezni, hogy az értesítések beérkezzenek, illetve hogy milyen nyelven akarod használni az alkalmazást, magyarul, angolul vagy németül. Most pedig nézzük meg egy kicsit részletesebben a Nexon Plus 1 funkcióit. A személyes adataim menüpontban meg tudod nézni személyes adataidat, mint például a törzszám, az adóazonosítójel, a tajszám és a családi állapot. Láthatók az elérhetőségeid is, a telefonszámok és az e-mail címek, amennyiben több is van. Megtekinteted az igazolványaid és a hozzátartozóid adatait, a személyes kapcsolattartóidat és elérhetőségeiket, valamint az állandó vagy ideiglenes lakcímedet is. Telefonról az adatváltozások benyújtása is megoldható. Ha például új személyigazolványt kapsz, a telefonoddal csak lefotózod és az alkalmazásban beküldöd anélkül, hogy el kellene menned a hárosztályra. Az alkalmazásban a módosítható adatokat ceruzaikon jelzi. A leadott módosítást követően csak ügyintézői jóváhagyás után frissül az adat, ezért a változást nem látod azonnal a készülékeden. A jelenlétei menüpontban nézheted meg jelenlétadataidat, és megfelelő jogosultság esetén az adatok módosítására is van lehetőséged. Akár homofizban vagy, akár egy külső telephelyen kezded a munkát, ott helyben gyorsan el tudod indítani, vagy le tudod állítani a munkaidődet, és látod a ledolgozott balanszidődet is. A hét napjain láthatod, ha a mozgási eseményekben valami hiba vagy hiányosság van. A görgethető naptár alatt található, óra percben összesítve a munkában töltött idő, alatta pedig a kiválasztott nap mozgási eseményei láthatók, külön-külön megjelenítve. A jobb alsó sarokban található plusz gombbal vehetsz fel új mozgási eseményeket vagy távollétet, a pipa gombbal pedig láttamozhatod vagy alaphelyzet állíthatod. Az eseményeket természetesen bármikor szerkesztheted. A jelenléti év láttomozása menüpont alatt találod a láttomozásra váró időszak munkaidő és jelenléti időadatait. Ha minden rendben, nincs hiba, akkor egy érintéssel akár az egész havi jelenléti évedet láttamozhatod. A képernyőn a kiválasztott időszak összesített adatai jelennek meg: a távollét, a munkaidő, a jelenlét, a balansz, a túlóra és a munkaidőkeret a beosztásodtól függően. Ha bármelyik összesítő adatra koppintasz, a havi képernyő jelenik meg, ahol ellenőrizheted az adatokat. Ha minden rendben, akkor a jobb alsó sarokban található pipával akár az egész hónapot egyszerre tudod láttamozni. Ha a hibás napot jelez az alkalmazás, akkor könnyen el tudsz navigálni a hibás vagy hiányos napra, és kiavíthatod azt. Ha vezető vagy, akkor bárhol, bármikor megnézheted és jóváhagyhatod a beosztottaid jelenléti évét, egyenként vagy akár csoportosan is a jelenléti évek jóváhagyása menüpontban. A vezetők számára a jóváhagyási folyamatot elsősorban az összesítő nézetekkel és a vezető számára fontos elszámolási kockázatokat tartalmazó jelenléti évek szűrésével támogatjuk. A következő összesítő csempék jelennek meg attól függően, hogy az adott dolgozóknál előfordulnak-e ilyen adatok. Hibás, problémás napok, dolgozói láttamozás, munkaidő eltérés, jelenlét eltérés, balansz, munkanapi túlóra, munkaidőkeret egyenleg, otthoni munkavégzés, valamint a készenlét. Az egyes gyűrű és oszlopdiagramokat megérintve megtekinthetők az adott értékkel rendelkező dolgozók jelenléti évei. Ezen a felületen is lehetőség van a problémás nap jóváhagyására, elutasítására és alaphelyzetbeállítására is. A mobilodon havi nézetben láthatod a beosztásaidat, az elrendelt túlórákat, az ügyeleteket és a távolléteidet, valamint ebben a funkcióban tudsz leadni új beosztásigényt vagy kérhetsz változtatást. A képernyőn alapértelmezetten az adott hónapra szóló beosztásod jelenik meg. A naptár minden napján szinkódolva látható az aznapi beosztás és a távollétek, az otthoni munkavégzést pedig a kis házikó jelöli. Egy adott napra tapintva megtekintheted a részleteket, és itt tudod leadni a beosztás igényt, legyen az pihenőnap vagy otthoni munka, és ugyanígy tudod módosítani a már meglévőt is. Az elbírálás menüpont csak a vezetők számára elérhető. Ha vezető vagy, akkor itt látod, ha a beosztottaid új igényt adtak le, és itt tudod azt jóváhagyni vagy elutasítani. Elutasítás esetén indoklás megadására is lehetőséget ad a rendszer. A Nexon Port könnyedén igényelhetsz szabadságot is. A diagramon egyben látod a már felhasznált és a még betervezhető szabadságnapjait számát, valamint a már megigényelt napok állapotát, vagyis hogy jóvá hagyta-e azokat a vezetőd, ebben a funkcióban tudsz új szabadságigényt leadni, illetve már betervezett szabadságot módosítani. A távolétek állapotát színkódok jelzik a gyűrűdiagramon, a kék szín a tervezhető napok számát jelöli, a sárga a betervezett napokat, és a zöld a felhasznált távolléteket. A gyűrűdiagramra koppintva tudod a naptárszintű megjelenítést éves, havi és napi bontásban megtekinteni. A plusz jellel új távolétigénylést adhatsz le, és a naptárban egy már távoléttel rendelkező napra tapintva lehet a távollétet módosítani. A bérjegyzékeim menüpont alatt a színes oszlapdiagramok gyors áttekintést adnak a legutóbbi három havi átutalt nettó béredről és a levonásokról. Oldalra görgetve visszamehetsz a korábbi hónapokra is egy adott havi oszlopra tapintva megtekintheted az adott bérjegyzék részletes adatait. Az első a juttatások, amely az összes kifizetést tartalmazza, a második a levonások, ahol a levonásokat részletezve is láthatod, a harmadik az elszámolt idők, itt látható a ledolgozott munkaidő nap és óra szerinti bontásban. A letölthető dokumentumok menüpont alatt a mobilodon is megnézheted, illetve le is töltheted a HR dokumentumaidat, például a havi bérjegyzékedet vagy a munkáltatói igazolásokat. Az alkalmazás üzenetet küld, ha új dokumentum került számodra feltöltésre, amihez előtte engedélyezni kell a push üzeneteket, de a funkcióba belépve is láthatod, ha olvasatlan dokumentumod van. Csak válaszd ki a főkönyvtárban, hogy melyik könyvtárban lévő dokumentumokat szeretnéd megnézni vagy letölteni. Az egyes mappákba belépve akár egyszerre több elemet is letölthetsz a készülékedre. Az elérhető munkatársak menüpontban gyorsan megtalálod a keresett kollégád munkahelyi adatait is. Látod, hogy bent van-e az irodában, vagy esetleg szabadságon van. Amikor megnyitod a funkciót, a közvetlen kollégáid, illetve ha vezető vagy, akkor a közvetlen beosztottjaid adatait látod. Ha más kollégára vagy kíváncsi, akkor a keresősávban tudsz rájuk keresni. Láthatod, hogy ki van az irodában, ki van házon kívül, vagy ki van épp szabadságon. A dátumválasztóval egy jövőbeni napot kiválasztva az adott napon érvényes beosztások és távol léttervek alapján jeleníti meg az alkalmazás a várható státuszát. Ha egy dolgozóra koppintasz, részletes információ jelenik meg róla. Amennyiben a munkatárs telefon és e-mail elérhetősége is szerepel a rendszerben, akkor telefonodról rögtön fel is tudod hívni, vagy e mail tudsz neki küldeni. Vezetőként gyorsan tudod a jelenlegi állapotot is ellenőrizni, például műszak előtt. Ehhez meg kell adni egy időpontot, és az alkalmazás ehhez képes mutatja meg, hogy ki állt munkába, és kinek kellene bejönnie, aki még nincs bent. Most, hogy végigvettük a fontosabb funkciókat, látszik, hogy milyen egyszerű és hatékonyan használható az app. Bárhol és bármikor el tudod intézni a HR adminisztrációs ügyeidet, ami egyébként személyes ügyintézés jelentene és sok időt venne el. Reméljük hasznosnak tartottad ezt a videót, és sikerült jobban megismertetnünk veled a Nexon Port+ Plus applikációnk legfontosabb részleteit. Kérjük, hogy iratkozz fel Youtube csatornánkra, így nem maradsz le a többi hasznos tartalmainkról sem!